ha ugyanúgy tudnak egyébként menteni, illetve segíteni, mint ahogy főzni halászlevet, akkor itt baj nem lehet. Úgyhogy gratulálunk mindenkinek, aki indult. Próbáltunk úgy dönteni az ízekkel, de az állaggal, hogy a fűszerezettség, az állaga, illetve a lé és a hal ízének a harmóniája. Tehát nem egy túlságosan bonyolult történetről beszélünk. Ugye mi egy olyan munkát végzünk a mentőszolgálatnál, amit mindenki nem tud csinálni. Ezt mi nap mint nap nem éljük át, mert beleszoktunk, imádjuk, szeretjük a hivatásunkat, de bizony, hogy nagyon sokan ezt a folyamatos készenlétet, ezt a folyamatos stressz nehezebben tűrik. Ahhoz viszont, hogy mi ezt jól tudjuk tűrni, mindig is szükség van rekreációra, pihenésre, és ennek az egyik legjobb módja az, amikor az ember sportol. Örülök, hogy itt voltak, az Isten áldjon meg mindenkit, és akkor visszaadnám a szót Tibornak, hogy az eredményeket ismertesse önökkel, illetve átadásra kerüljenek a díjak. Kérdezem a Gyula team tagjait, hogy elvállalnák-e jövőre a szervezést? Székesfehérvár rendezni, mert vegyes volt ugye a csapatunk, ezt igen? Meg kell említsem, hogy a Fehérvári Ati. Tavaly is így indultunk már, Fehérváriakat tudtunk egy csapat alkotni, és akkor megbeszéltük, hogy Fehérváron elvállaljuk. Nagyon szépen köszönjük!